A konferencián számos érdekes előadást hallgathattak meg az érdeklődők a szolgálat munkatársaitól, valamint a Szekszárdi Kórház pszichiátriai osztályának dolgozóitól. Az intézmény konzulense beszélt a családi devianciákról, melyek a gyermekkori viselkedés zavarok hátterében állhatnak, ami így közvetve vezethet a későbbi függőség kialakulásához. Családterápiás vonatkozásokról is beszélünk, amik úgy látjuk tapasztalataink alapján, hogy ezek vezetnek esetleg egy kábítószerfogyasztó életmódhoz, karrierhez. A terápiás segítők a középiskolákban is kiemelten jelen vannak, ahol tanácsadással tudnak segíteni a fiataloknak. Bárki, aki veszélyeztetett olyan szempontból, hogy akár olyan családi, akár olyan élethelyzetben van, ahol megnő a kockázata annak, hogy ő bármilyen deviáns viselkedést elkezdjen, legyen ez akár egy kábítószer használat, egy alkohol használat, vagy akár egy maladaptív megküzdési mód, akkor van lehetőség, hogy erről beszéljünk, ezt tudatosítsuk, felismerje. A kábítószer probléma évről évre egyre több fiatalt érint, ezért is fontos, hogy az oktatási intézményekben is felismerjék, és kezelni tudják a helyzetet, hogy a gyerekek minél előbb segítséget kapjanak. Hidat képezhetnek, vagy akár a védőnök, hidat képezhetnek a szakmák között, és azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos az, hogy legyünk kapcsolatban, informálódjunk, tájékozódjunk, és hiszen a rendszer állandóan változik. Mi találkozunk ezekkel a fiatalokkal, tehát akár a RÉV, akár a pszichiátriai osztály, akár a zsibrikiek, tehát a drogreham. Találkozunk ezekkel a fiatalokkal, magyarul tudjuk, amikor, hogy milyen, amikor bajban vannak. És azért azt, hogy hogyan lehet ezt felismerni, milyen esetekben érdemes azon gondolkodni, hogy hát itt lehet, hogy valamilyen szaksegítség szükséges. Ennek a korosztálynak van a leginkább szüksége a megértő odafigyelésre, hogyha bármi gondjuk van, tudják, van kihez fordulni, kaphatnak segítséget. Illetve az oktatási intézményeken keresztül lehet nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre is, mondta az intézményvezető.